Ez a laparaszkópos torony a világ egyik legkorszerűbb sebészeti berendezése. Naponta 4-5 műtétet végeznek segítségével a József András Oktatókórház sebészeti osztályán. A részleg 2 hónapra kapta meg Magyarországon elsőként az Olympus cég fejlesztését, amely számtalan technikai újításon ment át. 4K képfelbontási rendszerű, ami azt jelenti, hogy finom, részletgazdag képet nyújt, biztonságosabbá teszi a műtéti preparálást, fokozza a betegbiztonságot. A sebészeti osztályon évente 1000 laparaszkópos műtétet végeznek. A nyíregyházi nagyforgalmú sebészeti osztályon műtéteink durván 20%-át laparoszkópos technikával operáljuk. Az elmúlt években folyamatosan bővül azon műtéteknek a száma, amelyeket laparoszkópos módon is el lehet végezni. Ebből kifolyólag ennek számtalan előnyét a betegek élvezik igazán. A beteg gyorsabban gyógyul a vágás nélküli műtéti eljárás után, kevesebb időt tölt a kórházban. Míg a hagyományos műtétek után 10 napig a kórházban marad, a laparoszkópos beavatkozást követően 5 nap elteltével biztonságosan hazatérhet. Az 1990-es évektől lett napi rutinná az eljárás a sebészeti osztályokon, akkor még epeműtéteknél használták, jelenleg nőgyógyászati beavatkozásokat, hasi operációkat, de akár bizonyos onkológiai műtéteket is el lehet végezni ezzel az eljárással. Mi orvosok úgy vagyunk összerakva mindig, hogy mindig szeretnénk még jobbal, még modernebb eszközzel dolgozni, és hát most ez a torony, amelyik elérkezett, gyakorlatilag ez egy csúcs technológiát képvisel. Ez a módszer, a laparoszkópia, az endoszkópia, a mi mindennapi munkánknak az egyik része, mind sebészet, mind nőgyógyászat, mind ortopédia, nagyon sok területen, urológia, nagyon sok területen tudjuk használni. És nem mindegy az, hogy milyen körülmények és milyen biztonsággal tudunk dolgozni. A gép korszerű, az ára sem csekély, egy ilyen berendezés 30 millió forintba kerül. A kórház jelenleg kipróbálja a laparoszkópos tornyot, és törekszik arra, hogy anyagi forrást találhasson megvételére.